Egy héttel a bajnoki rajt előtt lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Soroksár SC. Az ellenfelünk a Békés Csaba együttese volt. Csapatunkba visszatért két olyan játékosunk is, akik a felkészülést a Ferencvárossal kezdték. Halmai Ádámra és Lisztes Krisztiánra ismét számíthattunk. Valamint felépült sérüléséből Lovrencsics Balázs is, aki egyelőre a kispadon kapott helyet, de minden bizonnyal tavasszal is meghatározó játékosa lesz együttesünknek. Úgy tűnt, sikerült beépíteni azokat a játékosokat, akik télen érkeztek hozzánk. Német Erik is és Sípos Zoltán is jó benyomást nyújtott a mérkőzéseken. Az első helyzetünk Hudák előtt adódott. A negyedik percben, a 28-ban Német Erik előtt is volt egy lehetőség, azonban védeni tudott Póser. A túloldalon a 30. percben szépen építette akcióját a Békés Csaba, aminek a végén Váradi lőtt kapura, Holzer leért a lövésre. A második félidő első helyzete egyből Lovrencsics Balázs előtt adódott, aki a szünetben állt be. Szép indítás után Póser védett. Egy perccel később azonban megszerezte a vezetést a Békés Csaba, Puskás beadására Cékus érkezett, és kíméletlenül bevágta a léc alá a Békés Csaba vezető gólját. Azonban nem tartott sokáig a Békés Csabaiak öröme, ugyanis az 52. percben Nagy Olivér ugratta ki Lovrencsics Balást, aki Póser jobb lába mellett előtte az egyenlítő találatunkat. Maradt az 1-1-es végeredmény, a játék biztató volt, várhatjuk az egy hét múlva esedékes Diósgyőr elleni óriási mérkőzést.